Ilyenkor ősszel az egyik legnépszerűbb gyümölcs a birsalma, birskörte, amit nem is csodálok, hiszen emlékszem gyerekkoromból, hogy a mamánál a leszedett birsalma, birskörte az be volt rakva a gerendára a szobában, és olyan illat volt tőle, mintha egy mai illatosító lett volna benne. És akkor időnként egyet-egyet levert, meghámozta, megfőzte, jó nehéz megtisztítani, mert a magház körül tele van kősejtel, megfőzte, és az az én kedvenc vacsorám volt, a birsalma kompót, mert olyan állaga van, ami egyszerűen utánozhatatlan. Egyszerre, ha nekiállunk, és inkább megtisztítunk egyszerre 5 kilót, vagy egy nagyobb adagot, akkor érdemes befőttnek is eltenni, nem csak úgy frissen kompótot főzni belőle. Én ezt a birsalma birskörtét, hát mint majdnem mindent, csillagánizsal szeretem, de a legjobban nekem az vált be, hogy csillagánizs, citrom és citromos kakukkfű, vagy sima kakukkfű is jó hozzá egyébként. Ez így együtt annyira finom és olyan frissítő és olyan hihetetlen téli hangulatot áraszt, szóval szerintem érdemes kipróbálni. Megtisztítjuk a birsalmát a héjától. És akkor utána óvatosan ezt a kemény kősejtes részt így kipattintjuk belőle. És azért mutatom ezt, meg mondom, hozom elő ezt a befőtt és kompót témát, mert ebből a gyümölcsből általában birsalma sajtot szoktak készíteni, és hogy azért annyi cukrot ne együnk, készítsünk belőle befőttet is. Amihez egyébként a legminimálisabb cukor is elég, mert teljesen beédesedik, ahogy megfőzzük, meg ahogy áll télen az üvegben. Én ilyen ekkora falatkákra vágva főzöm meg. És amikor megtisztítom, akkor minél előbb beleteszem a vízbe, és azonnal nyomok rá citromot, mert nagyon gyorsan barnul. Alá is lehet gyújtani. Én ezekre a befőttekre annyi vizet rakok, ami nézzék meg, teljesen tele van gyümölcsel, tehát ami éppen hogy ellepi. Fölösleges több vízben főzni, hiszen teleteszem gyümölcsel a befőttes üveget, és csak a résekbe kell egy kis vizecske. És mivel a birsalma savanyú, ezért nem kell rá sok sav, meg amúgy is egy pici citromlét már öntöttem rá tisztításkor, bár azt a vizet nem öntöttem, és most tiszta vízben van, de akkor is érezni azt a savat is. Viszont nagyon finom mellette a főtt citrom, azt már ilyenkor bele is tesszük. Jöhet bele, hát négy csillagánizs, abból soha nem elég, és egy pici csokor kakukkfű, ez citromos kakukkfű. Pici cukor, én tényleg nem sokat teszek rá, két kanállal, és aztán amikor megfőtt, akkor megkóstolom, de biztos vagyok benne, hogy nem kell rá most erre több. És akkor van kész a befőttem, hogyha át tudom a kanállal vágni a birsalma falatot. Kakukkfű nélkül, csillagánizsostól és citromkarikástól szedem bele a befőttes üvegbe. Befőttes üvegeket kifőzzük, vagy sütőbe kisütjük 110-120 fokon, forrón tesszük bele a befőttet, visszazárjuk, és meleg dunszba téve eláll. Szerintem ez az egyik legjobb módja a téli tárolásnak, vagy mindenféle gyümölcs, zöldség téli tárolásának. Nem fogyaszt ugyanis már áramot, mint egy fagyasztó. Egyetlen egyszer
kell bele dolgozni, mikor eltesszük, és akkor utána már ingyen állnak a polcon, és milyen jó kedvel nyúlunk oda a kamra polcára egy esti filmnézés közben, és emeljük le vagy a cseresznye, a megy, a birsalma, vagy a barack befőttet.